Szudi Ádám fiatal kora ellenére már jó ideje a magyar asztali tenisz válogatott alapemberének számít. De ki is ő valójában? Most kicsit jobban megismerhetik a 23 éves fiatalembert, aki az osztrák SPG Walter Welsz csapatát erősíti. A legutóbbi magyar országos bajnokságon azonban a JASZ Kun Volán színeiben indult. Hogy is van ez? Ez úgy néz ki, hogy Ausztriában van egy csapat, ami a csapatom, viszont ugye most már Magyarországon is lehetséges az, hogy legyen egy hazai csapata az embernek, és hogy mivel a JASZ Kun Volánban nőttem fel, ezért a JASZ Kun Volán lett a magyar csapatom. Sokan vannak, akik csapatot váltanak ugye egy-két évente, de ez nálam nem igazán volt kérdés, tehát ott kezdtem el pingpongozni. Egész végig ebben a csapatban játszottam, tényleg ameddig Magyarországon voltam. Nagyon szerettem ott játszani, ugye az emberek azok ugyanazok voltak. Én nagyon élveztem ezeket az éveket, és ugye itt nem is volt kérdés, hogy amikor behozták ezt az új szabályt, hogy lehet magyar csapata az embernek, hogy egyértelmű volt, hogy a JASZ Kun Volán lesz az én magyar csapatom. A legtehetségesebb vidéki fiatalokat általában megkörnyékezik a budapesti klubok. Nem volt ez másként Ádám esetében sem. Volt megkeresés, tehát egyértelmű, amikor kezdtek jönni az eredmények, akkor több fővárosi csapat, több vidéki csapat is le akart igazolni. Ugye nyilván fiatalon, nyilván elgondolkozott azért az ember, hogy milyen lenne mondjuk Budapestre költözni, itt edzeni adott esetben mondjuk a válogatottal, és nyilván ebben azért volt egy szülői ráhatás is, hogy maradtam Szolnokon. Nagyon szerettem ott lenni, de azért nyilván 13-14 évesen az ember vágyik mondjuk adott esetben Budapestre, hogy hú, milyen jó lehet ott az élet. De végül is ugye az iskola is nagyon fontos volt az én életemben. Ugye a Szolnokon tanultam a Varga Katalin gimnáziumban, és azt szerettem volna minél jobb eredménnyel befejezni, úgyhogy ez is volt az oka annak, hogy maradtam Szolnokon. Válogatott játékosunk a mindennapokat nem Szolnokon, de nem is Ausztriában tölti, hanem már 5 éve az Oxenhauseni Asztali Tenisz Akadémián Németországban. Oxenhausenben élünk, én is és a Majoros Bence is, tehát ketten vagyunk magyarok. Ott van egy ilyen akadémia-szerűség, ahol mi készülünk és éljük a mindennapjainkat, de ez egy 7000 fős kis város, falu, kinek hogy tetszik, és ott van tényleg az egyik legjobb Bundesliga csapat, és ezen túl van egy ilyen akadémia fiataloknak, ahova az egész világban jönnek az emberek. Itt van az egyik legjobb központ Európában mindenképpen, de szerintem a világon is lehet mondani, hogy az egyik legjobb edzőközpont, nagyon jók a körülmények, nagyon sok edző van, tényleg van egy kínai edzőnk, egy horvát, egy orosz, kondi edzők vannak, egy francia edzőnk, tehát tényleg minden körülmény adott ahhoz, hogy az ember egy jó játékos lehessen ebbe a kis városkába. Ádám egy másik magyar pingpongos, Zwickl Dániel segítségével került Oxenhausenbe, kiváltságokat azonban ő sem kapott. Például nem élvezheti ingyen az ottani körülményeket. Amikor én oda kerültem, akkor a Dani ott dolgozott még, és akkor tőle jött az első megkeresés, hogy esetleg érdekelne engem, hogy Oxenhausenbe költözzek. Az edzővel közösen láttak egy pár meccsemet, és hogy rendben áll a lehetőség, és igazából így kezdődött el az egész, de nyilván ennek van egy óriási költségvonzata, tehát ez nem úgy néz ki, hogy mi oda beköltözünk, és akkor élvezünk minden előnyt, és mi meg semmit nem adunk vissza, tehát nyilván ezért mi fizetünk, hogy ott lehessünk, ott élhessünk, ott edzhessünk, tehát ez nagyon sok pénzbe kerül egy-egy évre. Alapvetően ez úgy működik, hogy ott ugye van egy Bundesliga csapat, tehát ott van egy csapat, aminek vannak szponzorai, ők természetesen fizetnek a Bundesliga csapatért. De ugye ez az akadémia, ez így nagyjából így ebbe van így belegyúrva, tehát hogy mi együtt edzünk ezzel a Bundesliga csapattal, tehát hogy ez így egy közös dolog, tehát hogy abból a szponzorokból is van gondolom valamennyi pénz, ami az akadémiára megy, és pluszba jön hozzá a pénz, amit ugye a játékosok is befizetnek. De ugye ez nem egy, tehát nem ebből él meg mondjuk a csapat, hogy mi befizetünk oda pénzt, és akkor úgymond belőlünk élnek, ez abszolút nincs így. Viszont nyilván azért, hogy mi nem tudom, ott lakhassunk egy lakásba, ott felmerülnek költségek, amiket nekünk kell állni, mert nyilván így működik a világ, tehát ez teljesen normális, hogy mi investálunk, befektetünk, és cserébe kapunk segítséget, edzést, edzőpartnert, masszást, lakást. Ádám naponta kétszer edz, legalább 2,5-3 órát, így a kopóeszközöket igen gyakran kell cserélnie. A pontos számot nem mondok meg, de hát ez körülbelül olyan egy hét per borítás. Ezt lehet mondani megközelítően. Ugye nyilván attól is függ, hogy mennyit edzek, mennyit, vagy éppen versenyre rakom fel azt a borítást, vagy edzésre, de körülbelül ezt így rá lehet húzni, hogy körülbelül egy hét egy borítás. Borításon kívül még felmerül a költség, ugye a cipő például, amit
körülbelül havonta, két havonta cserélni kell, azért mert annyit használ, tehát ugye a Taraflex jobban koptatja a cipőket, nyilván mindig Taraflexen edzünk, azon versenyzünk, tehát a cipők azok hamar kopnak nagyon, cipőket kell venni, ugye ruházat, tehát azért felmerülnek költségek. A pólók tovább bírják, ám elég gyakran kerülnek a mosógépbe. Én körülbelül három pólóval oldok meg egy edzést, úgyhogy kicsit más, de igen, tehát hogy tényleg azért egy pingpong edzésre se gondolnák az emberek, hogy milyen kimerítő, milyen fárasztó, de tényleg mondjuk nekem egy edzést végigcsinálni, az egy 3-4 póló körülbelül. A profi sportolónak az sem mindegy, mi kerül a tányérjára. Természetesen ugye a táplálkozásra is oda kell figyelnünk, ugye nem ehetünk össze-vissza mindent. Táplálékkiegészítők kellenek, tehát ugye a vitaminokat azért be kell vinni. A protein, ugye a kondi edzések előtt, után, az fontos. Körülbelül ugyanannyit használunk mi is táplálékkiegészítőket, vitaminokat, mint más sportolók. Tehát ez a pingpongról tényleg azt gondolják az emberek, hogy ez egy nagyon egyszerű sport, mindenki tud játszani, nagyon sok embernek van a garázsában egy pingpongasztal, mindenki játszott általános iskolába, de azért profi szinten ez nem teljesen így néz ki. A hétköznapokon edzések, a hétvégén pedig általában meccsek, versenyek jelentik a profi asztali teniszezők programját. Szabadidő tehát korlátozottan áll rendelkezésükre. De mit csinál például Szudi Ádám a pingpongmentes óráiban? Szeretek életrajzi könyveket olvasni érdekes emberekről, sportolókról. Úgy gondolom, hogy ebből is lehet tanulni sokat, hogy más sportolók miken mentek keresztül, bizonyos helyzetekben miket csináltak, hogyan reagáltak. Tehát ezáltal is próbálok fejlődni, saját magamat fejleszteni. Ádám az asztali teniszből él, ám nem a pénz jelenti számára a fő hajtóerőt. Azért pingpongozónak szeretjük ezt csinálni. Nyilván ugye ebből is élünk, tehát azért ez kettős dolog, de hogyha folyamatosan arra gondolnánk, hogy a pénz meg, hogy mennyi pénzt tudunk keresni, akkor nem lehetnénk sikeresek. Tehát ez, amikor játszik az ember vagy edz, akkor abszolút nem ez a motiváló, hogy nem tudom, majd ezért kapok valamennyi pénzt, hanem abszolút tényleg csak az, hogy a lehető legtöbbet kihozza magából, és a lehető legjobban játszon egy adott mérkőzésen. Részemről ez nem csak a sport, és nem csak az asztalitenisz, hanem tényleg ez egy, lehet mondani, egy személyiségfejlődés. Sok mindent megtanul az ember a versenyzés által, ugye már fiatalon, hogy ha kikapsz egy meccsen, akkor következő nap ugyanúgy lemenjél edzésre, és ugyanúgy csinál tovább a dolgodat, ne pedig csak akkor legyen kedved edzésre járni, amikor éppen nyersz. Ez is egy ilyen nagyon alap dolog, amit szerintem a sport által megtanul az ember, és ez az való életben, úgymond a sporton kívül is szerintem nagyon hasznos lehet. A kívülállók nem igazán látnak bele a profik mindennapjaiba. Ádám közelebb hozná egymáshoz a két tábort. Fontos lenne, hogy az amatőr sportolók is tisztában legyenek azzal, hogy hogyan néz ki a profi asztali teniszezők élete, edzései, kondi edzései. Tehát úgy gondolom, hogy akkor ők is jobban megértenék azt, hogy mi tényleg mit áldozunk be, és hogy a mindennapjainkat hogyan éljük, és akkor ezáltal egy picit jobban ők is talán részesei lehetnének annak, amit mi csinálunk. És ez úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jó lenne, és én próbálok is ezért tenni. Én nagyon élveztem a világbajnokságot is, hogy rengeteg néző kijött, megállítottak minket, beszélgettünk velük egy pár mondatot, a fanzomba ütögettünk velük, tehát hogy ez úgy gondolom, hogy egy nagyon jó dolog, és nagyon jó irány lenne, hogy az élsportolók és az amatőr sportolók egy kicsit közel legyenek egymáshoz. A gyerekek persze leginkább azzal győzhetők meg, ha test közelből látják a profi sportolókat. Szecseki Nándival már pont beszéltünk is erről, hogy mind a ketten szolnokiak vagyunk, hogy milyen jó lenne, hogyha Szolnokon az általános iskolánkba összehoznánk egy ilyen pingpong bemutatót, és ugye a testnevelő tanárok ugyanazok, mint akik akkor voltak, amikor mi elkezdtünk játszani, és egy kicsit bemutatni a gyerekeknek, hogy hova lehet eljutni a sport által. Ezt így fura kimondani tényleg nekem is, hogy 23 évesen a következő nemzedéknek átadni dolgokat, de természetesen tehát szeretném segíteni a fiatalokat, adott esetben nem feltétlenül csak sportolókat, de a sporton kívüli embereket. Úgy gondolom, hogy azért én mondjuk 23 évesen sportolóként több dolgon mentem át, mint mondjuk egy ember, aki nem sportol, vagy nem él sportoló. Tehát adott esetben mondjuk a korosztályomnak is szerintem tudok segíteni bizonyos dolgokban, és próbálok is.